Ilyen nehézségekkel néz szembe egy ilyen ember, akinek nincs fedele. Ezt ki kéne próbálni, ki kéne feküdni valakinek így. Vagy csak ott kéne én lennie pár napot, mondjuk étlen szomjan, vagy csak ráutalva mások jó indulatára. Nem élet ez így igazából. A nehézsége inkább az embertelenségéből adódik, az embertelen körülményekből és a közönyből. Hogyan volt lehetősége tanulni? Főiskolás koromban bejelentkeztem a Roma Veritas programba. Képbe került Fordi György, akinek küldtem pár írásomat, és elvállalta a képzésemet. Tagja vagyok a Fedél nélkül alkotó gárdájának. Miről szólt ez a vers, ami a darabnak a része lett? Arról szól, hogy van egy ember, aki a parkban üldögél, és elgondolkodik azon a kenyéren, amit eszik, és közben jönnek a galambok, és elkódolják tőle a kenyeret. Sikerült kijönni a hajléktalan állapotból? Egy tragédiával. Megtámadtak, leütöttek és bénán maradtam. A felépülésem után megismerkedtem az interneten, egy irodalmi portálon egy lányról, aki ma a párom. Nekem szerencsém is volt, mert ez kellett egy ilyen valaki. Ez így van. És Lillának hívják. Nem csak Csokonainak van Lillája. Lé József a legismertebb gettó milliómos. Friderikusz Sándor műsorában a Legyen Ön is milliómosban 3 millió forintot nyert.
Először a Fedél nélkül szerkesztőségében találkoztunk. Józsi már nem tudott ekkor beszélni. Lelkesen elmondtam neki, hogy szerintem megírtam a Hajléktalan emberek himnuszát, melynek az ő leginkább című verse adta a szövegét. Eredeti címszereplő Bándi János a Piaci Perpatvar írásáért, vagy ahogy János hívta, Zöldségek párbeszédéért volt nagyon oda. Come on!
premiéren, amit Józsi sajnos már nem ért meg, emlékszem, a vers lakcím nélkül írásán alapuló tenor ária kapta az egyetlen olyan tapsot, amely a darab közben késztette a közönséget etszésének kifejezésére.